És az Európai Biztonsági Együttműködési Szervezet, vagyis az EBSZ választási megfigyelő missziója, annak vezetői úgy fogalmaztak, hogy szabadnak és tisztességesnek minősítették a vasárnapi ukrán elnök választást. Őrsi Mátyás a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Az ön státuszom megfigyelő volt, nem az EBSZ megfigyelő, ezt tudom, tehát Washingtoni intézménynek a megfigyelője, de a megfigyelő szó, vagy kifejezés, az pontos? Igen, hát ugye observer lefordítják magyarra, és akkor megfigyelő jön ki. Nagyon sok nemzetközi szervezet volt jelen. Az EBSZ legkevésbé, az EBSZ ODIR, az EBSZ-nek az emberi jogi irodája, egy varsói intézmény, azon kívül parlamenti közgyűlések, az Európai Parlament, az Európa Tanács, az EBSZ, a NATO parlamenti közgyűlése, Kanada két delegációt küldött, Amerikából két nagy nemzetközi intézmény, az NDI és az IRI, én az egyiknek voltam a tagja, egyébként Madeleine Albright volt, külügyminiszter volt a delegáció vezetője. Hát ezres nagyságú megfigyelő volt az ország minden részében, kivéve abban a kettőben, ahol komoly konfliktustól kellett tartani, nem ok nélkül. És akkor az ön, vagy az önök, az ön és a kollégái által gyűjtött tapasztalatok is azt mutatják, hogy abszolút szabad és tisztességes volt a választás? Ez egy nagyon jó választás volt, több okból, és úgy vélem, hogy meghaladja számos Európai Uniós országban tapasztalat választásokat abban az értelemben, hogy egyfelől nagyon jól meg volt szervezve, ami nekem nagyon tetszett korábbi választásokhoz képest. Korábbi választásokon a pártok, hát ezt nálunk is megszokhattuk, mit össze vádaskodnak egymásra, különböző szabálytalanságokra Ukrajnában. Ja, és most nem volt ilyen. Tehát most ugye úgy működik egy ilyen, hogy a választást megelőzően elmegyünk a jelöltek képviselőihez, elmegyünk a média képviselőihez, elmegyünk a választási szervekhez, elmegyünk mindenkivel, beszélünk, és ezt is föltesszük, hogy milyen kifogások vannak, és azt mondták, hogy nem, semmilyen kifogás nincsen. Tehát gyakorlatilag a választási bizottságban is egy nagy együttműködés volt, és ami miatt azt mondom, hogy kicsit eltért az Európai Unióban tapasztalató választásoktól, az az óriási részvételi arány volt. Szóval azért óriási? Részvételi arány. Hát ahol én voltam, 75%-os részvételi arány. Óriási volt, ahol 80%-os volt. És ami nekem... azért ez már néha szokott gyanús is lenni, ha csak nem egy régi, fejlett, ősidők óta demokratikus országról beszélünk, amikor ilyen 99,9% egy választási részvétel, sőt a egy szemjelölt leadott szavazat, az azért mindig gyanús szokott lenni. Szerb elnök egyszer 103%-os részvételt tudott produkálni. Itt nem volt csalás. Tehát itt lehetett látni, sokáig figyeltük azt, hogy a választói névjegyzéken lévő bolgárok bejönnek, ezt hogyan dokumentálják. És sem én, sem a kollégáim az ország egy részében sem láttak sehol semmilyen visszaélést. Úgyhogy ez a 75%-os ez egy talán, és timmelt. És amit még el szerettem volna mondani, hogy azért Magyarországon és a legtöbb országban a választási szervekben többnyire nyilván kivételek vannak, de az idősebb generációk vannak jelen. Itt pedig 20 évesek, 30 évesek vidáman és szakszerűen és lelkesen reggeltől késő estig vitték. Kiváló hangulat volt. Egyszerűen egy szép és egy jó választás volt. És úgy gondolom, hogy ez a hatalmas részvétel, nyilván Donyeck és Luhanszk kivételével, ez egy olyan erős, nem csak jogi, hanem politikai legitimációt is ad Poroshenkónak, a megválasztott elnöknek, amelyet nem lehet lesöpörni az asztalról, úgyhogy szerintem Putyin is ezt tudomásul fogja venni, mint hogy erre már tett is utalásokat. Hát erről, igen, pont erre gondoltam, hogy a részvételi arány, a választások tisztasága nagyon fontos, és akkor innentől kezdve most nézhetjük azt, hogy milyen fontos események történhetnek a választás után, ami egy lépcsőfok volt, amit meg kellett Ukrajnának tennie. Az, hogy Nyugat is elégedett, úgy néz ki, hogy Oroszország is elégedett ezzel a választással, vagy nincs más lehetőség, én ezt nem tudom. Minden esetre az új ukrán elnök kijelentései, azok egyáltalán nem egy ilyen orosz barátnak, ha csak nem ez valami trükk, de nem orosz barátnak tűnő kijelentések voltak, és mégsem reagált rá Moszkva, úgyhogy na jó, tehát akkor innentől kezdve vége a meg sem lévő barátságnak. Szóval, hogyha egy országnak a stabilitását paramilitáris erőkkel, tehát félkatonai erőkkel
rendszeresen kikezdik az országnak egyik legszebb alkotóelemét, egy félszigetet erővel elcsatolnak, és egy hamis népszavazást ott kreálnak, akkor azért megnézném azt a demokratikusan választott elnököt, amely orosz barát szavakkal fogja kezdeni a mandátumát. Én úgy vélem, hogy ennek a konfliktusnak pár héten belül vége lesz. Ne. Én nem arra gondoltam, hogy az új ukrán elnöknek, akit demokratikusan megválasztottak, az előzmények ismeretében valami egészen orosz barát, és történt, ami történt, Krímen spongját retett, nem erre gondoltam, hanem pont a demokratikusan megválasztott elnök kritikusan fogalmazott Moszkvával, Putyinnal, Oroszországgal kapcsolatban, és erre ami furcsa volt nekem, hogy Oroszországból nem jött olyan viszont a válasz, ami élezné ezt a konfliktust. Ugye érdekes volt Putyinnak az első nyilatkozata, amely azt mondta, hogy elfogadja ezt a választási eredményt, ugyanakkor Janukovicsot tartja legális elnöknek, ami értelmetlen, mert vagy elfogadó, vagy nem. Igen. De ez mutatja az elmozdulást. Hát nyilván Putyin nem háborúzni akar, azért Putyin üzletelni akar, és szerintem meg fognak állapodni abban, hogy én a Krímet nem hiszem, hogy már vissza tudják szerezni, de az, hogy a keleti megyékben előbb-utóbb nyugalom lesz, tegyük hozzá azt, hogy most már az ukrán katonaság most már keményen föllép, ez arra utal, hogy már tudják, hogy oroszok nem fognak visszavágni. Az eddigi ukrán habozás nem kis mértékben annak is volt betudható, hogy pár évvel ezelőtt Oroszország azért támadta meg Grúziát, mert a grúzok visszalőttek, és ezt most nem akartak visszalőni ennek megfelelően. De hát igazi... a kemény fellépés indokolja, vagy a kemény fellépés indokolja a sok áldozat is? Hát nyilvánvalóan, de az, hogy terroristáknak hívják őket, ez szerintem most már rendben van, mert katonai eszközökkel elfoglalnak állami hivatalokat, megakadályozzák az állami szervek működését, elfoglalnak repülőtereket, itt valami ezzel kenni kell. Amit én még szeretnék aláhúzni, hogy ha ez az orosz konfliktus megoldódik, akkor felélegezhetünk, gondolhatjuk, de egyáltalában nem így van. Ugyanis az elmúlt 25 év, 24 évnek minden mulasztása, amely Majdanhoz vezetett, ugye Majdan nem azért tört ki, mert Janukovics nem írta alá az együttműködési megállapodást az Európai Unióval, azzal kezdődött, hanem amiatt egy ilyen elsőprő forradalommá vált, annak az oka az volt, hogy Ukrajna egy szétlopott, szétrabolt ország volt. És ennek az új elnöknek, a régi kormánnyal, mert mit hallom, megtartja, ez helyes szerintem, ezekkel mind-mind szembesülnie kell, úgyhogy rendkívül fontosnak tartom, hogy a nemzetközi közösség, legfőképpen a szomszédos országok kormányai ne hátráltassák, hanem segítsék ebben az új ukrán vezetést. Akkor a lépcsőfokokon a következő az lesz majd, hogy hogyan alakul az európai közösség, az Európai Unió és Ukrajna viszonya, mi lesz ezzel a bizonyos együttműködési szerződéssel, melynek aláírására egyébként már fel is szólította az új ukrán elnök, tehát ez is az egyik Moszkva elleni kritikus megjegyzés volt. És akkor itt már az Európai Unióról is beszélnünk kell. Nyilván még nem az ukrán helyzet alakítja az Európai Parlament minden napjait vagy perceit vasárnap óta, hanem egyáltalán megalakulása, de aztán, ha megalakulnak, akkor nyilvánvalóan, hogy ez az egyik fő téma most, amivel foglalkozni kell. Az Európai Parlamentben és annak megalakulásában a vasárnap óta zajló folyamatok azok ilyen teljesen normális politikai folyamatoknak mondhatók? Ez a üzengetek egymással, hogy határolódjatok el az Orbántól, nem is igaz, mert hozzánk tartozik, ő szélsőséges populista, nem is igaz, mert keresztény konzervatív, tehát ez most... Szerintem ez normális. A politikai pártok egy parlamentben a világ minden részén, Egyesült Államoktól, mondjuk Magyarországig, mert szerintem Vlagyivosztokban, Oroszországban már nem, így járnak el. Bírálják egymást, keresik egymáson a fogáspontokat, úgy vélik, és nem tudjuk, hogy igazuk van-e, hogy nagy tétje lesz annak, hogy milyen frakciók állnak föl. Ugye van egy olyan megállapodás, hogy az Európai Parlament legerősebb pártja jelöli a bizottság elnökét, mint tudjuk, ez jogilag nem köti az Európai Tanácsot, és hát a magyar miniszterelnök is azt mondta, hogy ezzel nem akar törődni, de azért megint csak, hogyha nem fogadnák el a többségi javaslatot, akkor megint az európai intézmények demokratikus... Hát ezt Orbán Viktor nem fogadja. Igen. Nem akartam sok áthallást, és most nem Orbánnal akarok foglalkozni, hanem ha nem fogadnák el az Európai Parlamentnek a javaslatát, akkor megint abba a képbe, hogy az Európai Unió nem demokratikusan működik, egy újabb, hatalmas
szöget verdének be. Hát ezek a küzdelmek nyilvánvalóan folytatódnak. Én úgy vélem, hogy ami kialakul most Európában, ezek az európai intézményekkel szemben lévő pártok, ennek nagyon világos okai vannak. Az egyik oka a gazdasági nehézségek, a bevándorlósak, stb. A másik pedig az, hogy szerintem az egy indokolt állítás, hogy az Európai Unió nem működik elég demokratikusan, a fő döntéseket nem a parlamentben hozzák meg, hanem Európai Tanácsban, ahol nem tudjuk milyen alapon, kik szavaznak mellette. Hát azt gondolom, hogyha kialakul egy ilyen európai parlament, ahol sok az euroszkeptikus párt, ezek megerősödnek, talán az európai vezetők, az európai közösség elkezd jobban gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezeket a elég komoly hibákat kiköszöbölni. Hát az Európai Unió jelenlegi formáját kritizálók elég szépen megkerültek az Európai Parlamentbe, az biztos a vasárnapi választáson. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.